Szép jó estét kívánok, köszöntöm az Esti Mérleg nézőit. Az elmúlt héten csütörtökön megkezdődött a Harmonia Albensis templomi koncertsorozat, és ez folytatódik ettől a csütörtöktől. Megint fantasztikus koncertek várnak ránk önökre. A ciszterci templomban már is örvendez az Isten Jubilate Domino, ahol három fantasztikus Kodály művet hallhatunk. Vendégeim Major István, az Alberige Szimfonikus Zenekar igazgatója. Jó estét kívánok! Szép jó estét kívánok! És Selmeci Gábor, az Alberige Szimfonikus Zenekar koncertmestere. Jó estét kívánok! Hát az esztendettől örülök, hogy megint itt van velünk. Nos, beszéljünk először erről a csütörtökről. Azt hiszem, hogy ez egy fantasztikus dolog lesz, hiszen a Tedeum, illetve az örökségünk himnusz, az imént a örvendez Istennek mondtam. Tehát a Tedeum, az örökségünk himnusza egy olyan mű, amely, hát azt mondom, hogy alapvetés a budavári Tedeum, ugye. És ha csak felsorolom a vendégeket, akik fellépnek, Bakony Anikó a szoprán szólamot, Megyesi Schwarz Lucia az altot, Balczó Péter a tenort, Cser Krisztián a basszust éneklő, Albarigi a vegyeskar, Ars Musica, Primavera kórus és a Vox Mirabilis is fellép, és az Albarége Szimfonikus Zenekar, mégpedig Janos Ács vezényletével. Kimelegedve és felhevülten érkeztünk ide a stúdióba, mert pont a próbáról jöttünk, valami elképesztő lendülettel próbál a maestro. Azt gondolom, hogy hát az év kiemelkedő zenei eseménye lesz itt Székesfehérváron ez a koncert. És különösen öröm számunkra, hogy mindez a Kodály évhez kapcsolódik. Három fantasztikus művet tűztünk a műsorra, és attól is érdekes a dolog, hogy például az egyik a Vértanúk sírján, amely egy nagyon ritkán játszott mű, és nagyon szorosan kötődik Székesfehérvárhoz, hiszen ebben felcsendül az a fantasztikus himnusz, a magyarokhoz szóló himnusz, és ez egy fantasztikus befejezése a műnek, és egy rendkívül felemelő darab. És a budavári Tedeumról hát ne beszéljünk, ugye az Kodálynak talán a legnépszerűbb, legjátszottabb darabja, és bevezetésként pedig stílusosan az évszakhoz illően a nyári este hangzik el. No, keveset beszélünk Magyarországon Ács Jánosról, János Ácsról, ezért a koncertmestert arra kérem, hogy egy kicsit mutassa be nekünk, azon túl, hogy ő a három tenor karmestere volt. Hosszú ideig egy világsztár, egy valóságos világsztárt köszönhetünk Székesfehérváron, és mégis méltatlanul keveset tudják, hogy ő kicsoda. Ugye említette az igazgató úr, hogy elkezdődött a próba folyamat. Milyen próbálni egy ilyen szintű karmesterrel? Hát csodálatos, tehát fantasztikus, óriásiak voltak az elvárásaink, tényleg nagyon-nagyon nagy várakozással tekintettünk erre a periódusra is. És hát nyugodtan mondhatom, hogy tényleg minden várakozásunkat felülmúlt. Az a lehengerlő tudás, a zenei odaadás, tényleg olyan eszközrendszere van, hogyha szabad nekem egyáltalán ilyet mondanom, ami egészen kivételes a szakmában. Tehát tényleg én csak furcsálom, hogy itthon tényleg ilyen kevesen ismerik. Nagyon örülök neki, hogy ez a véleménye. És mi a zenekar véleménye már, mint arról, hogy ahogy az igazgató is felvezette, három különböző stílusú darab fog szerepelni ezen a Szent István bazilikai koncerten. Igen, a zenekar véleménye egyhangulag az, hogy tényleg egy fantasztikus zenésszel dolgozhatunk együtt, és nagyon-nagyon örülünk neki, hogy tényleg ilyen ritkán játszott műveket is játszhatunk, és nagyon reméljük, az már most többekben is megfogalmazódott, hogy remélem nem csak most, hanem esetleg a későbbiek folyamán is ismét műsorra tudjuk tűzni ezeket a műveket. Igen, hát íve van a történetnek, annyi szent. No, beszéljünk egy kicsit a következő koncertről, hiszen Rákász Gergely azt hiszem, hogy egy egész ország szereti, imádja, tűzbe menne érte. Hát ő mostanában már a hangverseny pódiumon írja a saját önéletrajzát, ami teljes egészében kiteljesedett. Az az Orgona koncert, ami vár ránk, egy olyan műfajhatárokat nem ismerő koncert lesz, ami jellemző rá, a maga sármiával és a ugyanis mélységes szakmai tudásával együtt.
valóban úgy állította össze a programját, hogy ebben nagyon-nagyon sok ismert klasszikus darab szerepel, Schubert-től, Bach-tól és a legnagyobbaktól, és ami érdekessé teszi, hogy szeretné megragadni a pillanatot, az élő koncertnek a varázsát, hogy egy olyan atmoszférát teremt azáltal, hogy ahogy a címben is szerepel, Illuminations, azaz megvilágítások a koncert címe, egy különleges hangulatot varázsol a bazilikába, ugyanis több száz gyertyát fog majd meggyűjteni, és nem használja a belső mesterséges világítást. Éppen ezért a korábban meghirdettettektől eltérően nem 8:30-kor, hanem 8:30-kor fog kezdődni ez a koncert, hogy ez a hangulat, ez a pillanat tényleg megteremtődjön. Az ő koncertje egyébként hát Fehérváron nem ismeretlenek, ugye szinte minden évben jön az utóbbi időben, és mindig nagyon nagy érdeklődés övezte a koncertjeit. Az ennél értő embert kérdezek most, hiszen kívülálló szemével, milyen egy ilyen látványkoncert, ami egyszerre képzőművészeti zenei csemege, és azért benne van némi színművészet, ismerve Rákász Gergelyt. Hát nekem nagyon tetszik ez az ötlet, mert én is sem mondó vagyok, hogy ez nagyon fontos megmutatnunk minél többet abból a számtalan jelenségből, ami létrejön egy koncert során, és ezeket a jelenségeket valójában ő csak felerősíti, úgyhogy valószínűleg nem csak a lelkünkben, hanem még a testünkön is érezni fogjuk ennek a csodálatos estének a vibráló hangulatát. Igen, az, hogy íve van a történetnek, azt már ugye említettem, de Bach, Händel, Vivaldi, Mozart, Schubert, mindenki, tehát azért a teljesség igényével lép fel Rákász Gergely mindig. És hát vonzza a közönséget, teltház várható Szent István Bazilikában, gondolom én. Igen, sőt elmondanám azt is, azt az érdekességet, hogy Rákász Gergely nem bízik semmit a véletlenre, ő a saját hangszerével fog érkezni, tehát nem a bazilika orgonáját fogja megszólaltatni, hanem a saját elektromos orgonáján fog játszani a Benna szentélyben, nyilván ezzel közelebb is kíván lenni a közönséghez. No, a harmadik koncertünk pedig a Harmonica Concerto koncert. Pier Paolo Scatolin vezetésével centói vendégeink vannak, akik itt voltak már a Parlami d'Amore-n is, mármint hogy a centói küldöttség. Most viszont egy olyan a Cappella Musicale di San Biagio egyházzenei örökségét hozzák el nekünk. A 16. századtól néztem egészen a 21. századig, tehát egy egészen nagyszerű centói és ferrarai muzsikusok zenéje lesz. Hogy sikerült rájuk találni? Hát ugye, aki részt vett a legutóbbi koncertünkön, zenekari koncertünkön, a Parlami d'Amore című városháztéri, szabadtéri koncerten, ott hallhatta Denis Biancuccit, zongora művészt, aki hát szerintem fergetegesen játszott ezen a koncerten. Na ő a mi kapcsolatunk mondjuk így centóval, ő ott a kulturális életnek is az egyik vezetője, és a Harmonia Albensis sorozat műsorának összeállításakor volt egy olyan szempont is, hogy a változatosságot teremtsük meg azáltal is, hogy hangszeres zene, régi zene, szimfonikus zene, és legyen benne vokális koncert is, vokális műsor, és így felmerült a gondolat, hogy kérdezzük meg őt, hogy mi újság van az ő környékükön, hiszen centó Székesfehérvár testvérvárosa, ezt a kulturális kapcsolatot kívánjuk erősíteni, és nagyon nagy örömmel mutatta meg nekünk, hogy a centóban lévő Szent Balázs Székes Egyháznak több mint 400 évre visszamenőleg nagyon-nagyon komoly zenei anyaga, zenei múltja van, folyamatos a kórus élet ugye a templomon belül, és ebből a több száz éves felhalmozott zenei kincsből fognak elhozni nekünk egy szeletet, ami, ahogy ön is említette, egészen a polifónia kezdetétől napjainkig terjedően válogat a műsorban. Tehát ez egy példa arra, hogy az egyház zenei örökség igenis megőrizhető, sőt meg kell, hogy őrizzük? Abszolút, sőt azt látom, hogy ugye Olaszországban ez ma is ugyanúgy működik, mint több száz évvel ezelőtt, hogy vannak ott a házi zeneszerzők, akik kiváló kóruskarnagyok, vagy talán fordítva kellett volna mondanom, hogy kiváló kóruskarnagy, aki zenét is szerez, és írja a darabokat a kórusnak, ugye nyilván egyházi témában,
Úgyhogy ott egy élő egyházzenei működés van, tehát ez ugyanúgy történik ma is, mint ahogy több száz évvel ezelőtt. Ugye ez a záró esemény a Szent Imre templomban 27-én pontosan csütörtökön 19 óra 30 perckor. Most pedig még térjünk vissza egy kicsit a csütörtöki koncertre. Ez azért is fontos nekünk, volt szerencsém beszélgetni János Áccsal, és azt említette, ugye, hogy elmegy korába, visszajön, és akkor neki áll, és hogy milyen nagy megtiszteltetésnek tartja, hogy templomban vezényelheti a Budavári Tedeumot. Na most, amikor ezért vagyok kíváncsi a nézők nevében is, hogy ugye beszéltünk arról, hogy maximalista, viszont miként építi fel a próbát? Az alapoktól kezdi, vagy a bizalmat szavaz a zenekarnak, egy általa nem ismert zenekarnak, vagy vannak olyan különlegességek, mesterfogások, amelyek egy-egy nehézségeken átsegítik a csapatot? Mesterfogásokból valószínűleg teljesen tele van a tarsolja, tehát fantasztikus volt, ahogy elkezdte a próbát, rögtön az első, amit kért tőlünk, egy piano vonós rész volt, meglepő volt számunkra, de nyilvánvaló volt, hogy miért kéri, és utána a fúvósok jöttek, tehát tökéletesen felépített tervel érkezett, és biztos, hogy ennek meg lesz a gyümölcse. Talán egyetért velem, Gábor, nekem az volt az érzésem, hogy bár rendkívül barátságos személyiség, de a zenében könyörtelen, tehát odaáll, és az van, amit ő elképzel, és ez valahol nagyon jó érzés a muzsikus számára, tehát nincs bizonytalanságban, hanem abszolút tudja, hogy ki a vezetője és merre kell menni, mert egyszerűen sugárzik belőle a zene, és meg tudja mutatni, ez nagyon fontos, hogy meg tudja mutatni, és adott esetben, ha szükséges, akkor el is tudja mondani, hogy mit szeretne. Úgyhogy ez egy tényleg ritka pillanat. Az nagyon fontos, hogy ugye a hegedű művész koncertmester és a cselló művész igazgató ennyire egyetért, de mit gondol a cselló művész, amikor egy ilyen próbára be kell ülnie, és tényleg figyelni kell a legkisebb rezdülésére is. A karmester rezdüléseire általában figyelni kell, tudom én ezt jól. Csak ez kicsit mégis más helyzet. Hát először is azt kell, ugye magamról kell egy picit azt elmondani, hogy rendkívül megtisztelő feladat, és nagyon szeretem, hogy a zenekart szolgálhatom, mint igazgató, de mint zenész nagyon igénylem azt, hogy időről időre, hogy a gyakorlatban is foglalkozhassak a zenével, és beülhessek a zenekarba, és nagyon hálás vagyok, hogy általában nyáron jut is erre idő, és meg tudom oldani, és hogy pont most van erre lehetőségem, hogy Ács Jánossal dolgozhatok. És itt szeretném egy picit így tisztázni a nézőknek is, hogy beszélünk erről, hogy János Ács, meg Ács János, hogy is van ez, hogy nem viccelődünk itt a nevével, hanem ugye azt kell tudni, hogy ő világszerte rendkívül ismert azon a néven, hogy János Ács. Természetesen magyarul úgy mondjuk a nevét, hogy Ács János, de ő mivel sokkal inkább ismert külföldön, mint belföldön, ezért ezt a nevet használja. No, akkor nem maradt más hátra, mint meginvitálni még mindazokat, akik nem döntötték el, hogy csütörtökön 19 óra 30 perckor milyen zenei élményt hagynának ki, ha nem támadnák meg a Szent István Bazilikát. Tehát kedves nézőink, Budavári Tedeum, a Kodály emlékév keretében örökségünk himnuszta, illetve a nyári este, illetve a Mártír Vértanúk sírján című kodálymű szerepel a repertoáron. Önöknek köszönöm szépen, és további jó munkát kívánok, hiszen nem titok, ma késő esti próbálnak. Így van. Köszönöm a figyelmet, köszönöm, hogy megtiszteltek. Szépen. Kedves nézőink, önöknek is köszönöm a figyelmüket. Maradjanak továbbra is velünk, minden jót kívánok, viszontlátásra!